Egy oklevél, egy serleg és egy bronzérem bizonyítja, hogy a szabolcsi együttes a harmadik helyen végzett a megyei amatőr válogatottak országos nagypályás tornáján. A selejtezőből 4 győzelemmel kapott gól nélkül tovább lépő együttes 3 riválisához hasonlóan azzal a céllal utazott Balatonalmádiba, hogy megszerezze a végső győzelmet. Az elődöntőben a legutóbbi bajnok Baranya megyei csapattal szemben 1 góllal alul maradtak a szabolcsiak, majd a harmadik helyről döntő mérkőzésen Komárom Esztergom megye legjobbjai győzték le 2-0-ra. Mint az MLS megyei igazgatója Kvaka Árpád elmondta, 7 év után szerzett ismét bronzérmet a tornán a 8 csapat játékosait felvonultató szabolcsi válogatott. Egyről a mi csapatunk volt olyan együttes, ahol nem egy klubcsapatra építettünk, hanem ugye 8 sportegyesületből hívtunk be játékosokat, és hát a legtöbb 4 játékos volt egy sportegyesületből, általában 2-3 játékos képviselt egy-egy klubot, míg a Baranya megye, akitől ugye kikaptunk a Pécsváradból, 8, a Peacból 5 játékos volt, Pest megyéből például a Gödöllőből 12 labdarúgó volt ott, tehát azért elsősorban az ellenfelek úgy gondolkodtak, hogy egy klubcsapatra építenek, és azt erősítik meg egy-két játékossal. Én viszont nagyon örültem neki, hogy a mi edzőpárosunk mindenféleképpen úgy gondolta, hogy ez egy megyeválogatott. Itt azért ne 2-3 klub képviselje a megyét, hanem minél több, és 8 egyesületből sikerült játékosokat behozni, behívni, és mindenki helytállt. Ezúton is köszönöm az egyesületek vezetőinek, edzőinek a hozzáállását. A Lukács Tibor, Kis Tamás edzőpáros arra is figyelt, hogy a keret valamennyi játékosa pályára lépjen Balatonalmádiban. Mindenki legalább 60 percet játszott, de szerintem szinte mindenki játszott, hogy 90-120 percet, talán 2-3 játékos, aki 60-at, de legalább 60 percet, úgyhogy erre odafigyeltek az edzőpáros tagjai, hogy mind a 18 labdarúgó, ha már elment, akkor képviselje is, és megfelelően képviselje a megyét. A tornát végül Pest megye válogatottja nyerte, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte Baranya csapatát. A szabolcsi játékosok saját csapatuknál folytatják a felkészülést. Hétfőn éjfélkor zárul az átigazolási időszak, február 29-én pedig a megyei első osztályban rajtol a tavaszi szezon.